A legtehetségesebb sportolók akár Amerikában is folytathatják tanulmányaikat és sportpályafutásukat, ugyanis közös megállapodás született a Fehérvár Entrones Akadémia és a Gridiron Impulse Alapítvány között. A hivatalos szerződés kötése részt vett Bóka Viktor, Székesfehérvár címzetes jegyzője is, aki örömét fejezte ki, hogy így a fehérvári sportolók könnyebben juthatnak amerikai futballösztöndíjhoz. Az alapítványnak első és egyelőre kizárólagos partnere a Fehérvár Entrones Magyarországon, és ez így is lesz a jövőben is, tehát ha valaki a tengeren túlra szeretne kerülni, akkor Székesfehérváron kell amerikai futball tűzni. Ez volt a célunk, és ezt az ígéretet is kaptuk az illetékesektől. Már egy játékosunkat ki is közvetítették a tavalyi évben, Hudák Gergelyt, nagyon büszkék vagyunk, már tavaly Virginiában focizott, és még két játékosunknak az ösztöndíja van már folyamatban, együttműködési megállapodás aláírása megelőzően. A cél pedig az, hogy az Amerikában futballozók száma tovább növekedjen, az ottani csapatba pedig nem csak Magyarországról, egész Európából várják az ifjú tehetségeket. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk, örülünk ennek a lehetőségnek. Nem csak a sporták, de a játékosok fejlődését is szeretnénk ezzel elősegíteni, még több játékos szeretnénk innen, akár Európából, akár Magyarországról küldjenek Amerikába, hogy ott középiskolai, egyetemi szinten tanuljanak, játszanak. Ahogy minden sportágban, úgy az amerikai futballban is fontos az utánpótlás. A nemrégiben alakult Fehérvár Entrones Futball Akadémia elnöke elmondta, fontos szempontjuk, hogy minél sikeresebb egyetemistákat és egyben profi sportolókat neveljenek. Ez egy óriási lehetőség, egy tiszta utat tudunk kínálni nekik arra, hogy az amerikai futball hazájában, Amerikában ezt a sportot a lehető legmagasabb szinten üzzék, és mindezt szeretném megtámogatni azzal, hogy ne kelljen feladniuk a tanulmányaikat, hanem minden mellett egy nagyon komoly diplomát szerezhessenek akár Magyarországon, akár kint egy társintézményünkben, egy amerikai egyetemen szerezzenek a diplomájukat. Tehát nem szeretnénk, hogy ez a konfliktus kialakuljon, hogy a szülőkben, vagy akár a játékosokban, hogy választaniuk kell a civil életük, vagy a sportpályafutásuk mellett. Trembuják Péter hozzátette, külön elismerés számukra, hogy az akadémia az első hivatalos partnere az alapítványnak egész Európában.